Szeptember 25-e a Gyógyszerészek Világnapja, és ebből az alkalomból hívtuk be a stúdióba dr. Marjai Tamást, a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatóját, a Magyar Gyógyszer és Tudományi Társaság Borsodabuhi-Zempén megyei elnökét. Én azt mondtam, hogy bár a világnapon több szó esik akár egy szakmáról, akár egy adott területről, de ez nem jelenti azt, hogy az év többi napján nincs erről szó, és tulajdonképpen a szlogenje, vagy a mottója is így hangzik, a gyógyszerészek világnapi mottója, hogy gyógyszerészek gondoskodik önről. Ebben nagyon sok minden benne van. Ebben benne van egyfajta intimitás, ebben benne van bizalom, benne van felelősség, és sok minden más. Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Marjai Tamást, akivel most először a világnapjáról beszélgetünk, mert hiszen tudom, hogy ezt az évet arra szánják, hogy a legkülönbözőbb helyeken népszerűsítsék a gyógyszerészetet, a gyógyszerész szakmát. Mert annyira szükség van népszerűsíteni? Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy mi is megmutassuk magunkat, képesek a gyógyszerészek, mi az, ami hivatásunk, és mi az, amit tudunk tenni a betegekért. Ugye említette, hogy ugye a gyógyszerészek gondoskodik önről, és hogy ebben mennyi minden fér bele, és tulajdonképpen erről is van szó. Mint annyi minden a mai világban, a gyógyszerészet is változik. A gyógyszertár sokak fejében vagy képzeletében talán úgy élhet, mint egy olyan hely, ahova elmegyek, megveszem a gyógyszeremet, hazamegyek, beveszem és meggyógyulok tőle. Tehát egyfajta ilyen gyógyszerellátó hely, ahol az a lényeg, hogy a gyógyszeret kiváltom, igen, termény nélkül is hazaviszem. Ez mint egy kereskedelmi egység. Így hangzik. Kenyérér meg tejér, ugye? Így van. Viszont ahogy változik a világ, változik a gyógyszerészetés, és azt szeretnénk, hogy megváltozzon a gyógyszertárak szerepe is, és ebből a kereskedelmi, logisztikai helységből, vagy helyből szeretnénk, hogy egészségügyi intézmény lenne, ami tényleg gondoskodna a betegekről, és nem csak akkor, amikor betegek, hanem akkor is, amikor még nem betegek. Tehát egyrészt szeretnénk fókuszálni arra is, hogy az egészségüket meg tudják őrizni az emberek, ezért például olyan felvilágosító tevékenységet folytatunk, vagy olyan népegészségügyi kampányokba kapcsolódunk be, amik segíthetnek a betegségek megelőzésében, illetve, hogyha már kialakult a betegség, és gyógyszert kell rászedni, akkor nem csak arról szól a dolog, hogy megkapja a beteg a gyógyszert, hanem mellé olyan tanácsot is kap, amivel még hatékonyabban, még eredményesebben tudja folytatni a terápiát. Na most ez egyrészt tulajdonképpen nem is olyan nagyon nehéz feladat, másrészt viszont nagyon nagy. Arra gondolok, hogy bizonyos gyógyszertáraknak van törzsközönsége, és ha van, akkor az idő során olyan kapcsolat alakul ki gyógyszerész és az oda betérő között, mint az orvos és betegek között, tehát jószerivel családtag lesz, mert minden nyavajáját tudja a család összes tagjának a gyógyszerész, ugye, hát hiszen oda megy a receptekkel, még tanácsot is kér, meg tanácsot is ad. Igen, ám, de jó néhány ember csak bebetér a legközelebbi gyógyszertárba, alkalmi látogató, hogy így fogalmazzak. Ez esetben sokkal nehezebb az ilyen feladat. Persze vannak úgynevezett trendek, ugye, hogy mikor mit kell javasolni egy fejfájásra vagy egy derékfájásra, de ahhoz, hogy az valóban célt érjen, és valóban a leghatékonyabb legyen, ahhoz jobban kell ismerni a segítségért folyamodót, ugye? Teljesen így van. Ugye az a szerencsés eset, hogyha tényleg ismerik a beteget, és már akkor tudjuk, hogy mi a baja, és mit szeretne, vagy mire lehet számítani, amikor bejön az ajtón. Ez azonban tényleg általában csak a vidéki gyógyszertáraknál fordul elő, ahol tényleg egy adott település, vagy egy adott falunak a lakossága jár mindig ugyanoda, ugyanabba a gyógyszertárba, de azért a nagyobb településeken, nagyobb városokban, például itt Miskolcon is azért előfordul, hogyha egy-egy beteg rendszeresen ugyanoda megy vissza, akkor bizony már megismerik őt, tudják, hogy miket szed, mi a problémája általában, miket szokott szeretni, és ezt megjegyzik, és már előre fel tudnak vele készülni a gyógyszerészek. Ezért is volt néhány évvel ezelőtt, hogy elindítottuk, hogy ne csak házi orvos legyen, hanem legyen házi gyógyszerész, és ugye volt ez a szlogen is, hogy igenis járjunk ugyanoda vissza, legyen egy jó szakember, egy jó egészségügyi szakember, ne csak egy jó házi orvosunk, akitől tanácsot tudunk kérni, hanem legyen egy jó házi gyógyszerészünk is, aki szintén felvilágosítást tud nekünk adni.
Abban az esetben pedig, hogyha nem ismerjük még a beteget, mert lehet, hogy még fiatal, egészséges volt, és éppen csak valamilyen akut tünete van, akkor pedig nekünk ugye egy kihívás, hogy az alatt a pár perc alatt, vagy egy-két perc alatt, amíg akár felveszik a kapcsolatot, és megkérdezzük, hogy mi a probléma, mit szeretne, az alatt egy olyan kommunikációt folytassunk, amiben egy jó légkör, egy bizalmi légkör ki tud alakulni, és megoszta velünk az információt a beteg. Ma még az is belép, ugye nem ma, mert régóta belép, hogyha ugyanazt a gyógyszert szedi huzamosabb ideje az illető, és közben a piacra kerül egy ugyanolyan hatásfokú gyógyszer, de elviselhető baráti báron, hogy úgy mondjam, akkor még erre is figyelmezteti általában a jó gyógyszerész. Nem csak a régi törzs vendégeket, hanem az újonnan betérőket is. Ráadásul meg is kérdezik, mert meg is szokták kérdezni, ugye a patikába betérők, hogy van-e olcsóbb, amikor egy kicsit szívbe markoló a számára az árajánlat. Igen, így van. Ugye, hogyha meg akarjuk mutatni, hogy a hivatásunknak milyen rejtett bugyrai vannak, és mi az, amivel még foglalkozunk, ez az egyik dolog, ami kevésbé látszik ugye a tára másik oldaláról, a betegek oldaláról, hogy amikor az orvos felír egy gyógyszert, és ezzel a recepttel, vagy akár vén nélkül elmegyünk a gyógyszertárba, és kérjük a gyógyszerünket, akkor a gyógyszerész nem csak azt csinálja, hogy elolvassa, leemeli a polcra, megmondja az árát, és kifizeti. Először is, amikor ugye mi megkapjuk a vint, akkor nekünk úgymond adminisztratív kötelezettségeink vannak, leellenőrizzük, hogy az a vényre eredeti rendben van-e, minden adat rajta van-e. Leellenőrizzük-e azt, hogy szabályosan van felírva a gyógyszer. Ugye az OEP-el, a társadalombiztosítása szerződésben állunk, megvizsgáljuk azt, hogy ez a vény elszámolható-e az OEP felé, vagy van valamilyen probléma. Megnézzük azt, hogyha több gyógyszer van felírva, van-e valami inkompatibilitás, összeférhetetlenség a gyógyszerek között. Előfordul olyan is, hogy adagolásbeli eltérés van, vagy valamilyen hiba történik, számítógépes vagy adminisztrációs hiba az orvosnál, akkor ezeket nekünk ott mind-mind ki kell szűrni, és ennek az ellenőrzési folyamatnak az egyik része az is, ugye ez a generikus programnak a következtében ez az egyik feladatunk, hogy felajánljuk azt is, hogyha van egy ugyanolyan hatású, egymással helyettesíthető készítmény, de olcsóbb, akkor ezt fel kell ajánlanunk. És amikor mindez megtörténik, és végül megállapodunk a beteggel, hogy akkor végül melyik gyógyszereket fogja kiváltani, akkor nekünk még mindig van feladatunk, mert amellett, hogy odaadjuk a gyógyszereket a kiadásnál, azt is ellenőrizzük, hogy tényleg azt a gyógyszert kapja a beteg, ami föl van írva a receptre, és nem történik gyógyszercsere, ami ugye nagyon veszélyes lett. Tehát ami kívülről úgy látszik, hogy csak egy pár perces, gyors, rutinszerű folyamat, az a háttérben igazából több körös ellenőrzés is történik, és mind azért, hogy egyrészt a beteg azt a gyógyszert kapja meg, amit meg kell kapnia, másrészt pedig, hogy olyan utasítással és olyan adagolásban, olyan hatáserőségben, ami erre tényleg szüksége van, és ezek a biztonsági ellenőrzések be vannak építve. Ez az, ami nem látszik, mert ez az, amit a gyógyszerész ugye némán is hangtalanul és nagyon gyorsan megtesz. Igen, csak jól kell logisztikázni e mögött, ugye? Igen, ez is benne van természetesen. Különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy a készletezés terén is változások vannak, ugye az utóbbi években, nem csak azon a téren, hanem állandó változások, olyan nehéz nyomon követni a gyógyszerészeknek, hogy na most mikor mihez kell igazodni, alkalmazkodni. Ez így van, ugye az OEP folyamatosan azon dolgozik, hogy az ártámogatási rendszert úgy alakítsa, hogy sikerüljön a gyógyszertámogatásra kiszabott kereten belül maradni. Na most ennek a folyamatos harcnak az egyik csatatere a vaklicit, ami lényegében arról szól, hogy az OEP egy adott betegségnél, egy adott hatóanyagra, vagy hatóanyagcsoportra azt mondja, támogatási rendszertük, mint tegyék meg az ajánlataikat, hogy ki milyen áron szeretné árusítani a gyógyszert, és aki megfelelően alacsony áron kínálja a gyógyszert, az kap rá támogatást, aki magasabb áron kínálja, az nem kap rá támogatást. Na most ezt a vaklicitet, ezt fél évente megcsinálja az OEP, ez azt jelenti, hogy fél évente változhat a gyógyszerek ára. Nem biztos, hogy fog változni, attól függ, hogy milyen javaslatot tesznek a gyártók. Ugye ez egy rendkívül bonyolult és összetett folyamat. A lényege az, hogy nagyon sok gyógyszernek, nagyon sok hatóanyagnak változhat az ára, akár fél évente is,
És előfordulhat, hogy ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt az ajánlott gyógyszer volt, és minden gyógyszerész azt ajánlotta, az a következő fél évben nem kap támogatást, vagy nem az lesz az ajánlott, és ez miatt váltani kell. Na most az, aki éveken keresztül folyamatosan szedi a gyógyszereket, aznak ez ugye problémát okozhat, hogy egyrészt a bevált, régóta szedett gyógyszere az drágább lesz, mivel a ZOEP nem finanszírozza a térítését, vagy esetleg vált egy másik készítményre, mert javasolja neki az orvos a gyógyszerésze. Ezt egyébként nem csak a gyógyszerészek, az orvosoknak is ugye kötelessége felajánlani. Mennyire veszélyezteti ez a biztonságos ellátást? Mert hát nem tud készletezni olyan biztonsággal a vakvisszites gyakorlat mellett a patika, mint korábban tette. Nagy utat tettünk meg a logisztika terén is, azt kell, hogy mondjam. Mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtt a gyógyszertárak működése az nagyjából úgy nézett ki, hogy havonta egyszer-kétszer rendeltek, megnézték, hogy mekkora volt a fogyás, és jó nagy készlettel dolgoztak, sokkal kevesebb készítmény volt, sokkal kevesebb hatóanyaggal. Már ez megváltozott olyan szempontból, hogy a rendelés gyakorisága az megnőtt, tehát naponta akár 2-3-szor is rendel a gyógyszertár, és ugyanennyi alkalommal kap is gyógyszert, viszont a készletek lecsökkentek, ugye az egy havi, két heti készletek helyett, ma már sokszor előfordul, hogy csak pár napi vagy egy-két napi készlettel dolgoznak a gyógyszertárak, ami azt jelenti, hogy ha valamilyen váratlan esemény történik, mondjuk véletlenül egy gyógyszerből naponta csak egy-két doboz fogy, és egy nap teljesen véletlenszerűen 3-4 beteg jön be, és ugyanazt a gyógyszert szeretnék kérni, akkor bizony ott előfordulhat, hogy a napi készlet az kifogy, és helyette rendelni kell. Ilyenkor van az, hogy átmeneti termékhiány van, amit gyorsan tud orvosolni a gyógyszertár, a betegnek viszont sajnos kellemetlen, mert neki viszont vissza kell jönni a gyógyszertárba az adott készítményért. Na most azt tudni kell, hogy van olyan gyógyszer, amit állandóan készleten kell tartani. Ez a tetanusz elleni védőoltás, ez minden gyógyszertárban meg kell, hogy talán... A gyógyszerek gondolom arra vonatkoznak általában, nem? Tehát az ilyen akut esetekben... Igen, igazából ez az egy az, ami nagyon fontos, és közforgalmú gyógyszertárban lehet beszerezni. A többi gyógyszer, ami viszont ilyen alapvető gyógyszer, ott pedig azt mondja, a jogszabályi kötelezettség is van, hogy 24 órán belül be kell tudni szerezni, vagy legkésőbb a következő nyitvatartási napra. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyógyszertárak azért elég sokat dolgoznak azon, hogyha valami nincs is éppen, akkor nagyon hamar be tudják szerezni a gyógyszert. Ez persze nem vonatkozik azokra a termékekre, ugye, amik hiánycikkek, és sajnos mondjuk hónapokon keresztül nem lehet őket beszerezni. Az, hogy az előírás változik a tekintetben is, hiszen nemrégen beszélgettünk itt erről, hogy milyen portékákkal bővül a kínálat a gyógyszertárakban, vagy szűkül éppen, az is befolyásolja, gondolom én, hogy részben utána kell olvasni, részben pedig annak a hatását is ugyanúgy ismerni kell, mint a sok évtizede forgalmazott gyógyszerét. Ez pontosan így van. Gondoljuk el, hogy mondjuk egy egyszerű boltban, tényleg, hogyha megjelenik egy új áru, semmi más nem történik, felszabadítanak egy kis helyet a polcon, kiteszik, aztán aki elviszi, elviszi, aki nem, nem. És hogyha mondjuk bármivel kapcsolatban megpróbálnánk mondjuk egy áruházi dolgozótól felvilágosítást kérni, hogy ezt hogy kell használni, hogy nem kell használni, akkor legtöbb esetben ugye azt mondanánk, hogy ők nem értenek hozzá, csak polcot töltenek fel. Ezzel szemben a gyógyszertárakban, ugye ez, nem ez a helyzet, itt felkészült szakemberek vannak, és ott általában az új termékek valóban úgy kerülnek be, hogy előtte megismerik az ott dolgozók az összetételét, mire jó, mikor lehet ajánlani, milyen esetekben nem lehet ajánlani, mikor ellenjavat, és csak az alapján, vagy akkor kezdik el árulni, amikor ténylegesen tudják is, hogy mit árulnak. És ugye ennek az a lényege, hogyha nekem van valamilyen problémám, akár allergiás vagyok valamire, akár vannak terhesek, szoptatók, idősek, akik sok gyógyszert szednek, akkor ennek tudatában meg tudják kérdezni, hogy vajon a többi gyógyszeremmel együtt szedhetem-e, terhességben lehet-e szedni, szoptatási időszakában lehet-e szedni, és a gyógyszerészek vagy a gyógyszertári szakasszisztensek ebben felkészültek és tudnak válaszolni, vagy ha éppen nem is tudnak válaszolni, tudják, hogy hol kell utána nézni, és tudnak tájékoztatást nyújtani.
Térjük vissza a gyógyszerészek világnapjának a mottójára, a szlogenjére, ugye, mi szerint gyógyszerésze gondoskodik önről. Mondta, hogy ez az egyik legfontosabb cél, hogy ne csak az orvosok, a gyógyszerészek is gondoskodó és olyan szakemberek legyenek, akik ugyanúgy felelősek azért, hogy a hozzájuk forduló a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesüljön. Valahol erről van szó. Elindult ez a folyamat. De meddig lehet ez a gondoskodás? Mikor válik intimitássá? Meddig lehet elmenni a gondoskodásban? Hol van a határa a gyógyszerésznek szakmai értelemben, hogy meddig mehet? Hol van a határ az emberi kapcsolat szempontjából, tehát a pult egyik oldalán és a másik oldalán lévő szempontjából? Ez nem könnyű kérdés. Ugye azt tudni kell, hogy vannak az életünknek intim területei, ugye például a pénzügyeinket nem szívesen osztjuk meg egymással, ezért mondjuk, hogy ha elmegyünk bankba, akkor ott is különleges helyen, ugye külön el vannak szeparálva az ügyfelek. Ugyanez igaz az egészségünkre, az egészségünkkel kapcsolatos különböző panaszok, tünetek, nem mindenki szereti ezt könnyen megosztani mással, hogy milyen fáj, mit tapasztal. Ez egy nagy kihívás a gyógyszerésznek, hogy meg tudja teremteni azt a bizalmi légkört, bizalmi hangulatot, amiben tényleg meg tud nyílni a beteg, és el tudja mondani a panaszát. És a gyógyszerésznek erre pedig nyitottnak kell lenni, hogy olyan formában, ahogy a beteg közli, olyan formában el tudja fogadni, és tudja értelmezni, hogy mire van a betegnek szüksége. Ugye, amikor erről a gyógyszerészi gondoskodásról beszélünk, ez alapvetően arról szól, hogy nem csak ellátjuk a beteget gyógyszerrel, hanem olyan egyéb szolgáltatásokat is nyújtunk vele, ami segíthet növelni ennek a gyógyszernek a hatékonyságát. Mondok egy példát. Ha valaki le akar szokni a dohányzásról, akkor elmegy a gyógyszertárba és kérhet nikotinos rágógumit. Elmondja, hogy milyen ízűt szeretne, gyümölcsös vagy mentolos legyen, erősebb vagy gyengébb, és simán meg tudja venni. De hogyha kíváncsi rá, akkor a gyógyszerész tud neki támogatást nyújtani abban, hogy mikor mennyit kell belőle bevenni, mennyi ideig kell rágni, hogyan kell használni. De tud segíteni neki abban is, hogy elmondja, hogy az sem probléma, hogyha mondjuk valaki megpróbálja és nem sikerül. Mert nagyon sok dohányosnak nem elsőre, nem is másodjára, hanem harmadjára vagy ötödjére sikerül leszokni, amikor megpróbálja. El tudja mondani azt is, hogy mondjuk a nikotinpótlásnak a lényege az, hogy a nikotin elvonás tüneteit csökkentjük, és a megszokás, ugye a magatartásbeli megszokás tüneteit viszont el lehet hagyni, és amikor ez van, ez sikerült, akkor lehet a nikotin szintet csökkenteni. Tehát egy olyan plusz információt tud a dohányzó embernek, aki le akar szokni a dohányzásról adni, amit egyébként önmagában csak a termék nem tud nyújtani. Vagy például egy cukorbetegnél. A cukorbetegnél felkészülten lehet beszélni arról, hogy mondjuk mennyi ideig kell szedni a cukorgyógyszereit. Ugye tudni kell azt, hogy ezek élethosszig tartó betegségek, tehát ugye gyógyítani nem tudjuk, csak krónikusan kezeljük, hogy a tünetek minden később jelenjenek meg. Tehát itt van a gondoskodás szónak a lényege. Igen, tehát hogy nem csak odaadom azt az egy doboz cukorgyógyszert, ami a vércukor szintjét csökkenti, hanem elmondom mellette, hogy ez azért fontos, mert később a szövődményeket meg tudja előzni. Hogyha mondjuk van egy beteg, aki azt mondja, hogy hát ő nem is érzi, mert azért a vércukor, magas vércukornak nincsenek kezdetben tünetei, nem érzi, hogy miért kellene szedni, nincsen semmi panasza, megmérték a vércukrát, egy kicsit magasabb volt, hát akkor mi baj lehet belőle, és ilyenkor jön a gondoskodó gyógyszerész, aki elmondja a betegnek, hogy igenis erre szükség van, ezt folyamatosan kell szedni, mert hogyha sikerül kordában tartani, akkor egyrészt nem kell több gyógyszert szednie, másrészt pedig mondjuk 5 vagy 10 év múlva nem jönnek elő a vércukor, magas vércukor betegségnek a szövődményei, például nem fogja elveszíteni a látását, vagy például a lába nem lesz fekélyes. Tehát ezek azok a következmények, amiket el tud magyarázni egy gondoskodó gyógyszerész. Ugyanez igaz a vérnyomásra, de bármi másra. Mondhatnám például a terhesség esetén szedett gyógyszereket is például. Vajon az egyetemen tanítják-e azt a fajta viselkedés,
nem is normát, hanem azt a fajta attitűdöt, hogy hogy kell közeledni a betegekhez, hogy ne legyen intim pistás a beszélgetés, hogy meddig mehetek be egy család magánéletébe, hogy meddig kérdezhetek annak érdekében, hogy én valóban a legmegfelelőbb, leghatékonyabb tanácsot adjam, vagy gyógyszert adjak éppen a hozzám fordulónak. Hát nem úgy értem én, hogy van-e ilyen tantárgy, mert gondolom, hogy nincs, de valami módon csak kell erről beszélni a képzés során is, nem? Hát mindenképpen kell, és jó hír, hogy most már vannak olyan tantárgyak is, illetve részben különböző tantárgyaknak ez a része, ami arról szól, hogy hogyan kell megfelelően kommunikálni, és hogy mennyire fontos ez. Nem tudom, hogy ismerős-e a Dr. House című kórházsokat. Szerintem sokaknak igen. Ismerős. Ugye a történet lényege ott nagyjából az, hogy van Dr. House, aki egy faragatlan, sőt bunkó orvos, aki viszont szakmailag nagyon a toppon van. És hát maga a sorozat az nagyon élvezetes, viszont hogyha azt vesszük, hogy ez a való életben hogy állna meg a helyét, akkor Dr. House bizony nem lenne egy túl jó orvos, ugyanis amellett, hogy valaki szakmailag felkészült, akár orvos, akár gyógyszerész, amellett, hogy bármilyen betegségről, bármilyen szakmai anyagot tud, tehát én tudhatom a gyógyszerekről is, az összes kémiai, biológiai hatásáról mindenféle dolgot, ha azt az információt a betegnek, hogy ezt hogyan és miért kell alkalmazni, nem tudom átadni, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire jó az a gyógyszer, mennyire jó az a terápia, nem lesz hatékony a kezelés, mert a beteg nem fogja tudni, hogy mit, miért és hogyan kell szednie. És onnastól kezdve, hogy a beteg otthon, a saját otthonában nem tartja be a kezelést, nem szedi az adott gyógyszert, vagy nem úgy szedi, ahogy kellene, azért, mert nem tanították meg rá jól, onnastól kezdve teljesen bukott a történet, hiszen nem tudjuk számára biztosítani a megfelelő terápiát. Ezért fontos a kommunikáció, ezért fontos az, hogy meg tudjuk tanítani a beteget arra, hogy hogyan kell használni a gyógyszereket, hogyan kell szedni a gyógyszereket. Erre van is egy nagyon szép idegen szavunk, amit úgy szoktunk mondani, hogy adherencia, tehát az adherenciát próbáljuk növelni a betegekben, hogy a terápia hűség meglegyen, és ez bizony mondhatni majdnem egy külön tudományág, hogy hogyan tudjuk rávenni a betegeket arra, hogy folytassák a gyógyszerszedést. Például mondjuk egy magas vérnyomás esetén, amikor ugye, hogyha nem annyira kiugró vérnyomás, hanem folyamatosan magas a vérnyomás, akkor nem is érez semmilyen tünetet, viszont a háttérben a kóros folyamatok pedig működnek. És ennek a kommunikációnak a tanítása bizony már elkezdődött az egyetemeken. Korábban csak szabadon választható volt, de egyre inkább ez be fog épülni a tantervbe, a tantárgyak közé, hiszen nem csak az a fontos, hogy azt tudjuk, hogy egy adott gyógyszer mire való, hogyan kell szedni és hogyan hat, hanem hogy jól el tudjuk mondani annak a betegnek, aki ezt szedni fogja, hogy hogyan is kell szedni. És aztán elég összetett a dolog, bocsánat, hogy közbevágok, mert még az egyén habitusától is függ az, hogy hogy reagálok dolgokra, a gyógyszerész habitusától is, meg a hozzáfordulójétől is. Bizony, ehhez van, akinek vagy van tehetsége, vagy nagyon nehezen, de lehet tanulni. Ugye itt arról van szó, hogy fel kell tudni mérni, hogy milyen a beteg igénye. Van, aki bemegy a gyógyszertárba, és 5 perc alatt szeretne végezni, pontosan tudja, hogy mit akar, hogyan kell szedni, milyen készítménye van, ról van szó, és ő csak meg akarja mondani, és minél hamarabb el kell menni. Van olyan, aki fél. Tudja, hogy van valami panasza, de nem is tudja pontosan elmondani, nem is tudja, hogy mit kellene rá, és alapvetően azt se tudja, hogy ezzel orvoshoz vagy gyógyszerészhez kellene mennie. Van olyan, aki meg szeret elmenni, nem is biztos, hogy akar valamit, csak le akarja ellenőrizni, hogy tényleg nincs-e semmi gond. És ezeknek a betegeknek mind-mind különféle hozzáállása van, amihez tudni kell alkalmazkodni ugyanannak a gyógyszerésznek. Ha valaki gyorsan akar végezni, akkor őt nem szabad felesleges kérdésekkel terhelni, de mégis meg kell próbálni lényegre törőnek lenni, hogy mondjuk az alatt a rövid idő alatt azok a kritikus kérdések vagy kritikus tisztázandó pontok tisztázásra kerüljenek, amik felmerülhetnek. Hogyha valaki félénk, akkor azt nem szabad letámadni egyből sok kérdéssel, hanem előbb szépen lassan, óvatos, nyitott kérdésekkel rá kell vezetni, hogy igen, akkor tessék megfogalmazni, tessék elmondani, és valóban ez egy kicsit hosszabb folyamat lesz, de ha ügyes a gyógyszerész, akkor meg tudja
teremteni azt a bizalmi légkört, hogy megoszza a beteg velünk ezt a problémát. És ez egy külön tudományág, ugye pszichológiai ág is foglalkozik ezzel, hogy hogyan kell kommunikálni és jól kommunikálni, nem csak egyébként a gyógyszertárban és gyógyszerész beteg között, hanem akár a mindennapi életben emberek között is. Kicsit haj ez az egész arra, amikor az orvosokkal beszélgetünk arról, hogy ha valakinek a betegsége gyógyíthatatlan, hogy azt milyen körülmények között kell a beteg tudtára adni, vagy éppen a beteg hozzátartozójának a tudtára adni, mert azt is fel kell mérni az ilyen beszélgetés során, hogy milyen teherbírása van az illetőnek, magának a betegnek, meg a hozzátartozónak. És hát itt is így van, azért a gyógyszerekből is lehet következtetni arra, hogy kinek milyen súlyos a betegsége, milyen kilátása van. Ma már eléggé tájékozottak az emberek a tekintetben, hogy ha önmaguk nincsenek is tisztában, azonnal oda mennek a géphez, és persze ott mindenféle ferde információt is magukévá tesznek, ami még tovább növeli a pánik hangulatot. De egy szónak is száz a vége, igenis fel kell tudni mérni a gyógyszerésznek is ugyanúgy, hogy mennyire terhelhető a hozzáforduló, a beteg. Így van, sőt, amit itt az előbb említett, ugye ez a tudatos beteg, vagy felkészült beteg, ez is egy teljesen új jelenség, ami megjelent, és ez is egy új kihívás, nem csak a gyógyszerészek, hanem az egész egészségügyi ellátás számára. Ugye arról van szó, hogy korábban az egészségügyben egy ilyen paternalisztikus hozzáállás volt, aminek a lényege az volt, hogy volt az orvos, volt a gyógyszerész, aki felette állt a betegnek, elmondta a terápiát, elmondta a kezelést, a beteg pedig végig szenvedte úgymond ezt az egészségügyi gyógyító folyamatot, aminek a végén jobb esetben meggyógyult. Viszont nem osztottak meg vele információt, nem kérték a beleegyezését, vagy legalábbis nem volt olyan szintű felvilágosítás, nem tudta a beteg, hogy mi fog vele történni. Részben ez is az oka annak, hogy ugye, ha nincsen semmi belső motiváció, csak külső kényszer, akkor nagyon sokan ugye nem folytatják a terápiát, hiszen nem értik, hogy miért kell és miért van erre szükség. És azt pótolhatja adott esetben az internetről szerett információ? Nem valószínű. El is mondom, hogy tehát ezért van arra szükség, hogy egy szemléletváltozás van, ami azt mondja, hogy nem felett állunk a betegnek, hanem egyenrangú partnerek vagyunk a beteggel. Nem csak elmondom neki, hogy hogyan és milyen gyógyszereket kell szednie, hanem elmondom neki azt is, hogy miért. Tehát megpróbálom felvilágosítani, hogyha ő erre nyitott, és az, aki információra éhes, és tudni is akarja, hogy mit miért szed, és mire van szüksége, annak pedig ténylegesen el is mondom. Tehát ezt az igényt nem elutasítom, hanem ezt az igényt kielégítem, és megfelelő szakmai információval látom el a beteget, akkor, hogyha ez sikeres ez a kommunikáció, akkor ez a beteg már utána nem fog az interneten mindenféle forrásból tájékozódni. Az internettel az a baj, hogy nem szűri önmagában az információt. Tehát az, hogy a betegek felkészültek, törődnek az egészségükkel, kíváncsiak arra, hogy milyen betegségük van, hogyan lehet kezelni, milyen kimenetele van, hogy mennyi ideig tart, amíg ezt gyógyíthatják, vagy esetleg ezt krónikusan fenn fog állni, és mire számíthatnak, ez egy jó dolog, megjelenik az egészségtudatosság. Így a betegek sokkal motiváltabbak lesznek abban, hogy megőrizik az egészségüket, ha pedig betegek, akkor sokkal jobban fogják figyelni azt, hogy jól betartsák a terápiát. Viszont ehhez hiteles információra van szükségük. Hiteles információt viszont csak hiteles forrásban lehet szerezni. Na most az, akinek nincs egészségügyi képzettsége, az nehezen tudja megkülönböztetni, hogy mondjuk egy internetes honlapnak a tájékoztatása, az, ha megfelelő orvosi meg latin szavakkal tele van tűzlelve, az vajon hiteles forrás, vagy nem hiteles forrás. Ezért jó, hogyha megvan a bizalmi légkör akár a házi orvossal, vagy akár a házi gyógyszerésszel, aki ugye gondoskodik a betegről, mert el tud menni ez a hiteles forráshoz, és a gyógyszerész hiteles szakmai információt tud neki adni. Én felírtam egy szót magamnak, hogy ellenőrzés, ennek többféle értelme van. Ugye gyakori jelenség az, amikor elmegy a patikába az ember, és kiváltja a receptet, és kvázi mint egy felülbíráltatja az orvos utasítását, vagy az orvos javaslatát a gyógyszerésszel. És ez elég nehéz helyzet elé állíthatja a gyógyszerészt.
Vagy mondjuk például megtörténik az is, hogy nincs az a gyógyszer, amit az orvos írt, mert mondjuk kórházban írták fel, és nem biztos, hogy lépést tart, vagy figyelemmel kíséri, hogy mik azok a gyógyszerek, amik a kinti patikákban vannak, és mik azok, amik a nagy egészségügyi intézményekben, és akkor nem bízik a gyógyszerészben, aki ugyanolyan hatóanyagot próbálna adni. Tehát ellenőrzés és bizalom talán így lenne helyes ez a két szó együtt. Nagyon nehéz ezt a mindennapok során betartani, mert hát itt patikus és orvos kutya kötelessége, hogy ugyanazt mondják, ugye? Már csak azért is, hogy ne veszítsék el a beteg bizalmát. Ez így van. Ugye, hogyha itt ellenőrzésről beszélünk, ugye az az elsődleges, hogy az orvos ugye megvizsgálja a beteget, az orvos rendeli a terápiát. Tehát ő az, aki elrendeli, hogy milyen terápiával gyógyítsuk az adott betegséget. A gyógyszerész ezen a terápián csak bizonyos korlátok között, vagy a vényen felé gyógyszeren csak bizonyos korlátok között változtathat. Tehát azt tudni kell, hogy valóban van ilyen, hogy felajánljuk a generikus helyettesítőt, vagy ha éppen nincsen az adott gyógyszerből, de azt tudni kell, hogy erre nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. Tehát ugye van a gyógyszerészeti intézet, ami a gyógyszereket engedélyezi, ő az, aki különböző vizsgálatoknak aláveti, vagy hát maguk a gyártók elvégzik a vizsgálatokat, és csak akkor lehet két gyógyszert kicserélni, hogyha a vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a két gyógyszer megfelelően helyettesíthető egymással. Tehát azt tudni kell, hogy a gyógyszerész nem ad hoc módon, vagy saját tapasztalatból, vagy fejből, vagy ahogy gondolja, úgy helyettesíti ezeket a gyógyszereket, hanem ezt tudni kell, hogy ennek szigorú szabályai vannak, amögött, hogy egy gyógyszert kicserélek egy másikra, amögött sokszor klinikai vizsgálatok, gyógyszerészeti hatósági ellenőrzés és engedélyezési folyamat áll, aminek a vége az, hogy én azt mondhatom, hogy igen, ha ezt a gyógyszert kicseréljük, akkor ez önnek megfelelő lesz. És ez az a hiteles szakmai információ, ez is egy hiteles szakmai információ, ami meg van alapozva vizsgálatokkal és bizonyítékokkal, és ezért tudja a gyógyszerész ezt mondani, és ezért lehet a gyógyszerészben bízni. Az másik kérdés, hogy nagyon nehéz úgy dolgozni, hogyha mondjuk ténylegesen mondjuk egy gyógyszer nagyon sokáig mondjuk hiányzik, vagy mondjuk ha többször kellett már a betegnek váltania, és nem lehet, hogy még rossz tapasztalata is van, akkor nagyon nehéz ezt a bizalmat visszanyerni, és valóban előfordul, hogy sok beteg egy idő után inkább elutasító lesz, és azt mondja, hogy nem, nekem csak az olyan jó, amit az orvos írt fel, nem kell váltani, nem kell másik. Nem könnyű szakma tehát a gyógyszerész szakma, ugye? Igen, ezek a kihívások, amiket szeretnénk bemutatni, többek között a gyógyszerészek világnapja alkalmából. És akkor, amikor jó 15 évvel, vagy talán 20 évvel ezelőtt ön középiskolás volt, ugye? Jó, igen. Számítom? Igen. És a Batonyai középiskolában, akkor jó, akkor vajon jártak-e gyógyszerészek, vagy jártak-e szakemberek, hogy népszerűsítsék a gyógyszerész szakmát? Nem, akkor még nem akkor volt. Akkor hát a gyógyszerész. Hát ez egy érdekes kérdés. Amikor én középiskolás voltam, akkor eléggé határozatlan voltam, hogy mi is szeretnék lenni. Azt tudtam, hogy a fizikát meg a biológiát nagyon szeretem. És hát amikor valaki ebből a két tárgyból jó, akkor nagy eséllyel ott van, hogy orvos lesz belőle, vagy legalábbis jelentkezik az orvosi karra. Ez velem is így történt, én is orvosnak jelentkeztem, és a gyógyszerész kar volt az, ami mellette egy biztos második hely volt, hogy hát ha az orvosi nem jön össze, akkor majd gyógyszerész lesz belőlem. És hát a véletlen úgy hozta, hogy pont lemaradtam az orvosi karról, és elkezdtem a gyógyszerészetet. És hát úgy voltam, hogy ó, hát majd sokan mások, és előfordul ilyesmi, majd egy év gyógyszerészet után újra felvételi az orvosira, és akkor ott folytatom. De aztán igazából már 3 hónap után rájöttem, hogy nagyon is jó helyen vagyok. Egy nagyon jó évfolyamban voltam, egy nagyon jó, a Szegedi Egyetemen tanultam, nagyon jó oktatókkal, és pillanatok alatt megszerettették velem a gyógyszerészetet, és onnastól kezdve én már nem is vágytam máshova. Mert az élete, eddigi pályafutása is ezt igazolja, hogy jól választott, mert igen hamar lett szakmai igazgatója ugye a Gyógyszerhálózati Gyógyszertárak Szövetségének, és hát megyei elnöke pedig a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaságnak, és mindez azt jelzi, hogy jól érzi magát ebben, ne beszélve arról, hogy feleséget is tulajdonképpen a szakmának
köszönhet, vagy legalábbis annak, mert ugye jól tudom, hogy a feleségével együtt járt az egyetemre, aki szintén gyógyszerész. Igen, így van. Tehát akkor még a magánéletére is kihatott ez a választás, és érződik, hogy jól érzi magát, jól választott, ugye? Így van, én úgy szoktam mondani, hogy hát nekem a munkám a gyógyszerészet, és utána az egyik hobbim is a gyógyszerészet. Ugye, ha belegondolunk, nem csak abban a 8 órában foglalkozunk gyógyszerészettel, amikor dolgozunk, hanem azon kívül is akár úgy, hogy több gyógyszerész összejár és megosztja egymással a gondolatát, próbálnak tenni azért, hogy jobb legyen a gyógyszerellátás, de akár úgy is, hogy képezzük magunkat, hogy a legújabb tudományos eredményeket magunkévá tegyük, és bizony ennek tud keretet adni például a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság, aki összefogja ezeket a gyógyszerészeket, és ebben a civil szervezetben lehet tenni önkéntesen azért, hogy igenis a gyógyszerellátás vagy a gyógyszerészet az egy nagyon felkészült, nagyon szakmailag magas színvonalú ellátás legyen, és ezt nem csak a munkánk közben, hanem a magánéletünkben, munkán kívül is ugyanezért teszünk. Szép időszakát éri meg a gyógyszerész szakmának ugyanakkor minden nehézségével együtt, mert ez a sok változás, amin keresztül megy, ez egyfajta kihívást is jelent a mindennapok során. Amikor én úgy döntöttem, hogy gyógyszerész leszek, akkor igazából ez volt az egyik fő ok, amiért a gyógyszerészet mellett maradtam, ugyanis én úgy láttam, hogy nagyon sok mindent kell tudni, de a gyógyszerészet az egy dinamikusan változó tudomány, tehát mindig vannak új eredmények, mindig van benne újítás, mindig előre halad, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ezek a változások folyamatosak, és mindig újabb dolgok jönnek, és igazából én ezt egy előnyének tartom a gyógyszerellátásnak, hogy folyamatosan halad előre annak érdekében, hogy minél újabb terápiák, újabb gyógyszerek, újabb kezelések lehessenek a betegek részében. Jó ennek részesévé válni, ugye? Igen, igen. Ön pedig azzá vált és válik egyre szorosabban. Igen. Ha már a feleségét megemlítettem, pedig kiejtette a hobbi szót. Jó dolog, hogy a magánéletben is arról tudnak beszélni, ami a munkahelye, amit választott hivatásul. Hát itt a társával is tud erről diskurálni, meg gondolom a baráti körében is erre utalt az imént. De a hobbi szónál maradva, azért csak van valami más hobbija is, ami nem a szakmával kapcsolatos. Így van. Van egy másik nagy szerelmem, ez pedig a vitorlázó repülés. A se veszélytelen dolog. Hát alapvetően az extrém sportok közé sorolják a vitorlázó repülést, de én úgy látom, hogy ha a repülésnek is megvannak a maga szabályai, méghozzá nagyon kemény szabályai, viszont hogyha valaki betartja ezeket a szabályokat, akkor biztonságosan tud repülni. A vitorlázó repülésben nem a veszélyt keresjük, vagy a veszélyes helyzeteket, hanem magának a repülésnek a szépségét, és hogyha betartjuk a szabályokat, akkor ezeket a veszélyeket minimalizálni tudjuk. Lehet szépen lavírozni, mint hogy az életben is erre van szükség. Hát kívánom, hogy szépen lavírozza végig az életét szabályok betartásával, és hát azzal az aranyos kisgyerekkel együtt, aki még a családtagja, akiről nem beszéltünk, ugye, az 5,5 esztendős Dáviddal. Így van. Vagy még majd a leendő testvérrel, vagy testvéreivel. Így van, reméljük. Köszönöm szépen még egyszer, hogy bejött dr. Marjai Tamás, a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság megyei igazgatója a Csillagpont Rádió stúdiójába, akivel a szeptember 25-i Gyógyszerészek Világnapja alkalmából beszélgettünk, részben a szakmáról, részben életútjáról. Hamarosan híreket hallanak.